aki úgy, mint én. Amikor bejelentettem, hogy színművészetére fogok fölvételizni, ez ugye középiskolás koromban volt, azért mindenkit megleptem. Igazából egyedül szinte a magyar tanárom, Velke Imre bácsi bízott abba, hogy engem oda föl fognak venni. Nem támogatták ezt a vágyamat egyáltalán. Nem is tiltották, de azt gondolták, hogy persze, hát megvan a lehetőség, hogy elmegyek bölcsészkarra vagy főiskolára felvételizni, mint tanár, mint leendő tanár, és akkor mellette jó, persze menjek el a színművészetire, úgyse sikerül. És akkor mindenkinek a várakozását keresztül húztam, az elsőre sikerült a felvételi. Nekem egy ilyen szorongásos időszak volt az első két év, amíg biztos lett az, hogy nem fognak kirúgni. Fél évente ott volt a szakmai vizsga, ami alapján kirúghattak volna. És én ettől végig rettegtem az első két évben. Egyáltalán nem tudtam úgy felszabadulni, nem tudtam úgy megnyílni. Mind a mai napig nagyon sokszor megvisel, amikor elbizonytalanodom. És hiába történt ez, hiába történt az, voltak sikerek, elkönyveletek, sikereket, bizonyos helyzetben is vagyok, ami alátámaszthatna. Nagyon sokszor egy-egy fél napra elveszítem az önbizalmamat, és ez nem hitvesztés, ez inkább önbizalomvesztés. Persze önmagamban a hitet is akkor elveszítem, hogy nekem érdemes-e vagy szabad-e csinálni. Barátaim mindig mondták, hogy miért nem veszek már itt magamnak egy területet. Én már azért mondták, mert sokat laktam náluk, már terhes volt számukra ez. És akkor mindig azzal hárítottam, hogy ugyan már, de ez olyan messze van, hogy én nem fogok tudni lejárni emellett a szakma mellett. És akkor harmadik, negyedik nyár volt, amikor beadtam a derekamat, és mondom, na akkor mutassatok egy telket, amit meg tudnék venni. És akkor ide átjöttünk egy esős délelőttön, barátságtalan időjárás volt, és megálltam a másik teleknek a felső rén, és mondták, hogy na ez lenne a telek, hogy semmit nem lehetett látni, csak iszonyú gazd, elhagyatottság. Na mondom, jó, akkor ezt megveszem. Na ez volt, most egy picit hasonlít az eredeti állapotára a telek, hogy ilyen magas a fű, de ilyen átláthatatlan bozót volt ezen a területen, amikor először idejöttem. Ez, hogy nincs kerítés, tehát ez is lenyűgözött például, hogy valami méretetlen bizalmat éreztem ebbe, hogy nincs. Nem kell megvédeni magamat. Persze vannak kerítések, de nem jellemző. Hát ezek hatalmas területek, és így éltek az emberek. Így adja magát ez a hely, hogy itt nagy levegőt lehet venni, föl lehetett építeni egy olyan épületet, aminek tere van. Tehát nem valahol besúvasztani két épület közé, ahogy a városokba lehet már építkezni. Nincs rajta az erdő, szóval csodálatos érzést töltött el ezen a fennsíkon mindig. És akkor, hát, ez sikerült belőle. Én szeretek építkezni. Tehát amikor szóba kerül az, hogy jaj, mennyi gonddal van egy építkezés, valóban rengeteg gonddal van. Én szeretek építkezni, ez valószínű megint az, hogy valamit megálmodni és létrehozni. Másképpen, mint a színházban. Ha nem születtek volna meg a gyermekeim, akkor mindig azt mondtam korábban, hogy igen, életem főműve a fatemplom, és azt hiszem ezt túllépni nem nagyon lehet, de lehetett a két gyermekkel. Kislányunk most 2 hónapos, és 17 hónapos a kisfiunk. És ez egy döntéshelyzet elé állított engem. Nagyon egyszerűen fogalmazva a döntéshelyzet arról szólt, hogy a kaposvári igazgatás, vagy a szakmai karrier folytatása, vagy családdal töltött idő, hogy melyiket választom. És hát nagyon egyértelmű volt a válasz, hogy a családot választom. Na azért ezt... Jó. Gergő fiamnak azért ezt lefényképezem, hogy lássa. Na, hogyha példakép kell, akkor inkább zenei példaképet mondok, hogy nagyon szeretnék Neil Young lenni még mindig.
Marlon Brando már nem, de Neil Young még nagyon szeretnék lenni.